Az elmúlt napok kemény munkája után végre maradt időm arra, hogy befejezzem a Prehistoric játék bemutatóját, és értékelést is készítsek nektek. Már csak két pálya maradt hátra. Az első természetesen egy főellenséges lesz, mint azt láthattuk a második pályán, ahol egy hegymagas dinoszaurusz lábujjait kellett degeszre verni, miközben visszapofozzuk a pólyás gyerekeit, vagy a negyedik pályán, ahol egy triceratops farkát kellett pépesre kalapálni, bunkóval, hogy aztán elvigyen minket az őserdőbe. Az őserdőben pedig összegyűjtögettünk kígyót, békát, meg mindenféle barlangi szörmókot, úgyhogy kezdetét veheti a hatodik pálya, ahol szintén egy fő ellenség vár minket. Először természetesen jó alaposan eladja bugyájuk ezt a flamingót, amitől leliftezik ez a fatörzs, és mehetünk a fő ellenséghez. Az előző kettőtől eltérően ez egy szokatlan fő ellenség lesz, engem legalábbis meglepett. Valamiféle őslényt váltam, ehelyett egy toronymagas, emeletes, óriás krapek vár minket, egy akkora bunkóval, mint ő maga. Hát itt nem használ a lábütögetés, a fejét kell megcsapkodni. Furcsa módon eléggé egyszerű. Ha nem megyek ki balszélre, el se tud találni. Na, ellátom a baját ennek a hústoronynak. És ennyi volt! Nehéz volt? Nem volt nehéz. Mennyivel egyszerűbb lenne kalapáccsal például, ami ugye négyszer olyan erős, mint a fabunkó. Szeretnétek mi? Nem, sajnos a játék elveszi az összes megszerzett tárgyamat minden pálya elején, úgyhogy nem tudom használni a kalapácsomat, nézzétek meg! Az előbb kalapácsom volt, most megint ezzel a hülye fadarabbal vagyok kinten hadakozni. Sajnos, hát ennek nem örültem, de ugorjunk el az utolsó pályára, ez egy hegyvidékes, barlangos térségben zajlik. Itt hatalmas láva pocsolyák vannak, amikből felugrálnak ezek a tűzlabdák. Hát a barlangokon belül vannak itt mindenféle kisebb barlangok. Úgy látom, ez már itt lakott terület. Ah, ott a Ginny. Na, helyes. Hé! Hová lett a bombám? Az édesanyukádat! Na van, ez csalás volt, na mindegy. Na, ezt lebunkózzuk, ezt az ősembert. Vagy dinoszaurusz, na. Itt a behajtani tilos tábla, oké, most egy ideig pajzsom van, de sok mindenre nem tudtam használni. Hát itt is vannak ilyen összetörhető élelmek, amik itt korsók, és persze a kőaknák se hiányozhatnak. És az ott... Mi? Jó, ez valami szürke barlangi bestia. Na jó van, ez is nagyon kemény csávó ez. Hoppá! Jó pár ütésbe kell vinni ennek a... ezének. De hát nem vagyunk válogatósak, finom a barlangi bestia is. És ez még semmi. Verjük meg a társainkat is. Együk meg őket is. Nem vagyunk válogatósak, befalatozzuk. Na, megint barlangi szörmók. Na, de végre van egy kalapács. Szükség is lesz majd rá. Ezek nagyon erősek, ezek a szürke barlangi fenevadak. A pálya lefelé irányba fog folytatódni. Na, itt is van egy behajtani tilos tábla, ami most visszaküldött egy darabon. Na, jó van, itt is barlangi bestia. Még több dinoszaurusz. Ó, milyen kis cselesen odarakták a kőaknát. Jól van, megúsztam. Hogy mi van ott lent? Próbáljátok ki, és elvesztítetek egy életet is vele együtt. Na, szétverjük a korsót. Itt egy dinoszaurusz. Hát azt már nem fogom elérni. Áj! Na, ezeken a tálakon jó nagyokat lehet rugózni. Rendben. Hát természetesen, ki kellett jönnie onnan egynek. Na nézzük, jó pofák ezek a barlangi bestiák, milyen mérgesek, amikor fölébresztem őket. Aztán amikor lebunkózom, lecsücsülnek a segükre és cirkuszolnak egyfolytában, nézzétek meg. Azaz, hisztiznek. Szó szerint laposra lettek verve, nézzétek meg a fejét. A játéknak a befejezése egy barlangírásnál történik meg, ahol öt ilyen barlangi bestia van. Legyőztük az összeset, tele van a kajaszint, úgyhogy bemehetünk a barlangba. Lássuk hát a befejezést. Még ilyenkor is van pont elszámolás, de hogy mi a fenének, azt nem tudom, mert nincsen pontszámlista a játékban.
Nos, rendben. Egész szép ez a kép egyébként, és a zene is elviselhetően jó. Hát úgy tűnik, hazaértem a családomhoz. Na, még madár is van. Ilyeneket láttam a pályákon is, csak azokat meg is agyaltam egy kicsit. Hát, hogy a sok kajával, amit hoztam, azzal mi lett, nem tudom, gondolom, az ősember háta mögött van. A befejezés után eszképpel kiléphetünk a játékból, de játszhatunk újra, hiszen a családnak másnap is zabálnia kell. De mivel erre nincsen idő, nézzük az értékelést. Könnyen el lehet képzelni, hogy a Prehistoric miért kapott ilyen jó kövér 80-as százalékokat. Hát először is. Amikor a naptár 1991-et mutatott, a számítógépes játékok piaca már igencsak kiterjedt, egyre több volt az olyan játék, amit egy másik játék nyomán készítettek el. A Titus ragyogó fantáziával megáldva egy olyan témájú játékot készített, amivel más játékkészítők nem is próbálkoztak meg. Egyrészt, mert hogyha valaki lemásolta volna a Prehistoricot, azonnal rásütötték volna, hogy hát ez kopi. Másrészt meg, ha ki is adtak volna egy jobbat, mint ahogy a Titus meg is tette később, akkor a játékosok ugyanúgy a Prehistoricot látták volna abba a játékba, éppen ezért nem volt értelme tulajdonképpen leutánozni ezt a játékot. A Prehistoric egyeduralkodó maradt így az ősemberes mászkálós játékok tekintetében, amennyire én tudom. És nem is véletlenül. Nagyon élvezetes, szórakoztató és mulatságos kis játék. Elsősorban természetesen a fiatalabb korosztálynak, bár megvallom az őszintét, sokkal szívesebben játszom ezzel a játékkal így 24 évesen, mint néhány ilyen túlfejlesztett atomerőmű gépigényű vacakkal, ami gyakorlatilag egy másik játék utánaérzése. Biztosan éreztétek ti is ezt. Benyomtatok egy játékot, és öcsém, ez már infantilis, minden változatot ezerszer megírtak. Na, ennél ilyen nem volt. Igaz, hogy rövid a játék, viszont nagyon szórakoztató, és van egy eléggé kihívó nehézsége is, amit nem árt szem előtt tartani. Nem azt mondom, hogy túl nehéz, mert hát igazából egy 7 pályából álló játékhoz nem is nagyon passzolna az, hogy ilyen elképesztően könnyű lenne, mert akkor semmi maradandó élmény nem hagyna a játékosokba. Végig pörgetnék és letörölnék, kész. Viszont voltak dolgok természetesen, amik nem tetszettek benne. Először is nagyon kevés az időd. Párszor meg is lehetett figyelni a videók közben, hogy az utolsó másodpercekbe értem be a célba. Igen, könnyű meghalni, életet szerezni viszont hát jóval nehezebb. És ez konkrétan azért probléma, mert például a bunkóval, látjátok, nem lehet megütni az ősállatokat, hogyha fölöttem vannak. Hiába találom el őket így vizuálisan, a program nem veszi úgy, hogy én őket meg is sebesítettem volna. A másik dolog az, hogy rengeteg olyan akadály van, amit képtelenség átugrani. Rugóval esetleg mehet, de hát a rugó az ilyen vagy-vagy dolog, vagy megkapod a gintől, vagy nem. A harmadik dolog, az egyetlen játékhiba, amit találtam életem során, hogy ha 3-4-szer újra kezded a játékot, a majmok el fognak tűnni a fáról, és a kókuszdiók így a semmiből fognak átröpködni a pályán. Sajnálom, hogy ezt nem tudtam rögzíteni. Szóval ezek miatt egy nagyon erős közepest fog kapni, de inkább pozitív. A grafikába azért nem kötnék bele, mert való igaz, hogy 1991-ben már léteztek a VGA monitorok, és mutattam be olyan játékot, aminek gyakorlatilag hibátlan VGA grafikája van, de egy ilyen mulatságos kis játékhoz nem is nagyon illene igazából ilyen túltupírozott, kiszínezett, erőltetett háromdimenziós modellekkel. Hagyjuk meg a sima 16 színű rajzfilm grafikát a mókás játékokhoz, nem? Pont illik hozzá. Hangok nincsenek a játékban, viszont a zenéje iszonyú jó. Sajnos digitálisan a játék nem játssza le őket, nekem legalábbis egyszer se játszotta le, de ha valaki kíváncsi rá, hogy hogyan szólnak ezek a zenék egy hangkártyával, bármikor el tudom neki küldeni, és nem fog csalódni, mert a Titus hát mutatta a rókás játékba is, és ennél is, hogy remek zenekészítők. A kezelhetőség szintén megkapja a pozitívat, való igaz, hogy nincsen gombleírás, de mivel összesen 5 gomb van az egész játékban, amit használni is kell, és azokat sem mindig, éppen ezért ehhez egyáltalán nem tartom problémának. Meg lehet szokni.
Végső soron azt szeretném mondani, hogy a Prehistoric annyira sikeres játék, hogy minden fiatalabb néző megkedvelheti, az is, aki annak idején nem játszott vele. És aki játszott vele, az biztosan késztetést érez arra, hogy újra kipróbálja. És a nagy sikert mi sem bizonyítja jobban, mint hogy készült egy folytatása ugyanúgy a Titus cég gondozásába, a Prehistoric 2, amit szintén be fogok ám majd mutatni. Szóval, emberek, aki szereti a mászkálós játékokat, főleg az ilyen ősemberes jellegűeket, az próbálja ki nyugodtan, mert nem fog csalódni, én se csalódtam benne, nagyon jó ez a játék. És mivel tetszett mindenkinek a bemutató, remélhetőleg, be fogom mutatni majd a második részét is.